Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm vendégeimet a stúdióba, Etter Évát és Nánási Andrea pszichológust, akikkel most arról fogunk beszélgetni, hogy egy új kezdeményezést indítotok el most itt a városban, amit talán annyira nem is új, hiszen ahogy már itt az előbb felvétel előtt beszélgettünk róla, már volt egy kísérletetek egy hasonló ilyen dolog elindítására. A mostani program címe az a Színfolt Lélektani Alkotóműhely, ezt a csodálatos nevet kapta. Hogy jött ez az ötlet, hogy elindítsatok egy ilyen tanfolyamot, vagy nem is tudom, hogy igazán mi a jó szó erre, programot? Program. Mondjam, vagy mondod? Mondjad a lélektanát, én meg majd jó. A technikai dolgok. Jó. Tehát, mint ahogy ez a stúdió beszélgetés előtt már szóba került, ráfűződöm arra a vonalra, hogy ez már nem egy vadonatúj kezdeményezés, mi évekkel ezelőtt Évával már egy ilyet megpróbáltunk, hogy jött ez létre? Hát igazából úgy jött létre, hogy mi mindketten kisgyermekeiket nevelő édesanyák voltunk, főleg otthon töltöttük a napjainkat, és hát keletkezett bennünk egy csomó űr, ha fogalmazhatok így, amit szerettünk volna kitölteni. Tapasztaltuk, hogy mind a ketten szeretjük a kézműves tevékenységeket, illetve azt az örömet, azt az eredményt, azt a produkciót, amihez ezen keresztül hozzájutunk, és abba bíztunk, hogy talán találnánk ehhez társakat is. Ugye emellett én pszichológus is vagyok, tehát volt ehhez egy olyan fajta ráfűződésem, hogy ebből ki tudunk hozni egy önismereti jellegű foglalkozást is. Hangsúlyozom, hogy mindig az volt a célkitűzésünk, hogy egészséges problémákkal küzdő embereket várunk a csoportunkban, tehát kifejezetten ez volt az elképzelésünk, hogy amellett, hogy egy ilyen önismereti úton elindítunk, vagy tovább segítünk hasonló társainkat, hölgyeket, anyákat, fiatalasszonyokat, emellett egy ilyen alkotó jellegű folyamatban, ha lehet úgy fogalmazni, feloldódunk közösen. Ez annak idején jól indult, sikeres volt, de úgy hozta az élet, hogy nem tudtuk folytatni. Most viszont Éva rátalált egy olyan remek helyszínre, ahol egyből az jutott eszébe, hogy na, ha valahol, akkor itt újra kell indítanunk ezt a programot, ezt a foglalkozás sorozatot igazából. Pont ez volt az utolsó csepp a pohárban, jó értelemben véve, hogy valahogy ennek az egész helynek az atmoszférája, a helynek a vezetője valahogy annyira belesimult a mi akkori elképzelt világunkba, hogy tényleg valahogy így adta magát az új lehetőség, hogy akkor az Egy Jó Hely nevű helyen, ami a Dézsma utcában van, akkor újból megpróbáljuk ezt a kis műhely munkát elkezdeni. Úgyhogy november 8-án indulnánk először 6:30-tól, úgyhogy ide várjuk szeretettel mindazokat, akik majd ezután a beszélgetés után kedvet éreznek arra, és bátorságot, hogy csatlakozzanak hozzánk. És ugye Andrea már említette, hogy azokat várjátok, akik egészségesek, de problémával küzdenek. Hát azt hiszem, hogy ezt mindannyian, hát nagyon kevés ember lehet, aki ezt nem mondhatja el magáról, de miben, hogyan tud segíteni egy alkotó folyamat abban, hogy én a problémáimmal megküzdjek, és hogy kell elképzelni magukat a foglalkozásokat, hogy mindig valami tematika lesz, vagy hogy épülnek fel ezek egymásra? Igen, úgy tervezzük, hogy tematikusan fogunk haladni. Tehát, ha mondjuk egy konkrét példát szeretnék mondani, annak idején volt egy olyan tematikánk, hogy az otthon melege. Tehát ez is egy ilyen őszi időszakban indult, amikor szívesen bekuckósodunk valahova egy ilyen puha, meleg, illatos helyre, és összegyűjtjük azokat az emlékeinket, élményeinket, amik ezzel kapcsolatban eszünkbe jutnak. Például volt egy olyan csoporttagunk, aki az otthon melegét egy olyan textilképben alkotta meg, be is mutatom, ha lehet, aminek az alkotóelemei a nagymamája kertjében talált rózsaszirmok, ugyanis ő a nagymamájánál töltötte a gyerekkora nagy részét. Ezek a színjátszó gyöngyök a Szent János bogarak este a kertben, ezek a szívalakú motivumok pedig a nagymama kedvenc plédjére vagy bútorhúzatára emlékeztették őt. Tehát valahogy így kell elképzelni ezeket az alkotásokat, hogy rendkívül szubjektív, mind a technikában, tehát mi nem korlátozzuk egyáltalán a csoporttagokat,
bemutatunk egy kínálatot, felvonultatunk egy eszköztárat, és megteremtjük azt a hangulatot. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát egy olyan hangulatot, egy olyan atmoszférát szeretnénk megteremteni, ami lehetőséget teremt arra, hogy kiszakadva a mindennapok rutinjából, robotjából, feszültségeiből, apró piszlicsári ügyintézéseiből, egy hát talán nem túlságosan fenkölt kifejezés, de egy kicsit átszellemültebbé tudjunk válni, és ez az átszellemültség, ez a kvázi módosult tudatállapot segít minket abban, hogy felszabadíthassuk azokat az energiákat, ami mindenkiben benne van. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezekhez az alkotásokhoz semmiféle előképzettségre vagy különösebb Isten adta tehetségre nincsen szükség. Ez mindenkiben benne van. Ami hiányzik, az az önmagunkat szemben táplált kis hitűség, előítélet, hogy nem olyan, mint a mit tudom én milyen kiállításon látott, vagy az üzletben megvásárolható termék. De a folyamat, amiközben mi létrehozzuk ezeket az alkotásokat, ugyanakkora élmény, és ezt érdemes megtapasztalni. Éva, és abban segítséget kapnak-e majd a résztvevők, hogyha hát elkezdenek egy-egy alkotást, de mondjuk megakadnak? Tehát, hogy gondolom, hogy erre egy csoport keretein belül sokkal több lehetőség van, hogyha én elakadok egy-egy alkotói folyamatban, akkor ott segítséget kapjak. Mennyiben tudod ezt majd társegíteni? Nekem ebben már gyakorlatom van, de én vallom, hogy aki kér segítséget, az kap. Tehát, hogy még véletlenül se érezze azt, hogyha netán van a csoportban egy olyan ember, aki egy picit ügyesebb, vagy jobban rááll a keze egy ív megrajzolására, vagy egy ívnek a kivarrására, akkor ő esetleg kicsit akarnakabb módon segítsen, anélkül, hogy az, aki éppen benne van a saját kis alkotásában, ne kérné, hogy most gyere és légy szíves, segíts nekem. Tehát, hogyha valaki a maga kis elmélyülésében segítséget kér, akkor kap. Van ebben elég sok tapasztalatom, gyakorlatom. Az egész országban elég sok helyen jártam, és óvónőket és pedagógusokat vizuális nevelésben oktattunk, úgyhogy ezt már tényleg tapasztalatból mondom, hogy ez nagyon jól működik, és valahogy sokkal gördülékenyebb, sokkal jobban érezheti azt, az ott alkotó, hogy tényleg az ő alkotása, az ő munkája, hogyha csak akkor segítünk, és akkor megyünk a közelébe, amikor neki arra tényleg szüksége van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe pont ez a jó, hogy merjünk alkotni, merjük elkezdeni, hogyha valakinek az első pár alkalom csak arról szól, hogy leül egy székre, és csak nézi, hogy a többiek hogy dolgoznak, akkor ő neki az a folyamata. Tehát nem a tematikán belül sem lesz az a kényszer, hogy most havi két alkalommal valameddig el kell jutni, hogyha várunk valamit, akkor azt addigra be kell fejezni. Nem. Tehát ez a fajta szabadság, az alkotás szabadsága, az mindenképpen fontos szerintem, is ebbe benne van. Úgyhogy biztatni tudok bárkit, aki bizonytalannak érzi magát, hogy de ő nem olyan ügyes, de ő nem tud úgy, de ő nem, jöjjön el, és akkor majd szépen ott nyugodtan mindenféle erőszakos ráhatás nélkül megtapasztalhatja, hogy de a végére ugyanúgy jó érzés fogja eltölteni, de ő is megcsinálta, megalkotta a maga kis alkotását, úgyhogy szerintem ez így lesz kerek reményeink szerint. És mennyire maga az alkotás, az a mű, a végcél a lényeg, vagy inkább maga az alkotó folyamat, amiben részt veszünk? Hát én szerintem remélem, vagy bízom benne, hogy ebben talán egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy maga a folyamat. De nyilván nem elhanyagolható az sem, hogy amit én elképzelek, tehát amit én szeretnék, hogy kijöjjön a kezemből, és tükrözze azt, amit én átéltem az alatt, ami alatt ezt megterveztem, megszültem tulajdonképpen, hát elégedett legyek vele. Uh-huh. De most ez lehet, hogy furcsa hasonlat, de hogyha az ember megszenved valamiért, és ez most lehet, hogy a gyerekszülés meg a szüléssel kapcsolatban, hogy ez lehetetlen, hogy utána ne tessen. Így van. Tehát az a kis lucskos gyerek, akit először a kezünkbe fogadunk, az a leggyönyörűbb. Tehát ha rászánjuk a megfelelő energiát és időt. Ez nagyon fontos szerintem, hogy kell elég időt hagyni, mert ez nem egy iskolai rajzóra, ahol 45 perc alatt produkciót kell produkálni,
hanem ez egy lehetőség. Tehát én abban bízom, hogy el tudjuk indítani a folyamatot a foglalkozáson, a résztvevőkben, és akkor otthon ő ezen tovább dolgozhat. Mm-hmm. Tehát a produkciót félkész, negyedkész, százalékkész állapotban hazaviheti, dolgozhat rajta, amikor olyan hangulata van, ideje van rá. És akkor ebben a hangulatban tudja eltölteni azt az időszakot, amit mondjuk erre rászánunk. De ahogy Éva mondja, ha ő hamarabb befejezi, és másra vágyik, és közben elindult benne egy ötlet, roham, ami nagyon jó, akkor csinálhatja, mi ebben támogatjuk mindvégig. És maga a technikák, amikkel dolgozni fogtok, ezeket mindenki majd maga választhatja meg, hogy mi az, amiben ő szeretne dolgozni, vagy egy-egy tematikához azért ajánlani fogtok valamilyen technikát? Igen, ez a kivitelezés tekintve is célszerűbb, hogy általában úgy van, hogy egy-egy tematikához megkeressük azért a megfelelő anyagokat, eszközöket, és akkor azon eszközcsoporton belül vonultatunk fel több lehetőséget. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk egy festésnél különböző papírok, különböző festékek, különböző ecsetek, akár kézzel is festhet, szivacsal, vagy bármi mással, tehát akkor próbáljuk a festésen belül úgy megteríteni az asztalt, hogy valamit el tudjon csippenteni onnan, ami neki tetszik. És az alapanyagokat ott készen kapják majd a résztvevők, igen, tehát így vinni igen, nem igen, kell. Igen, nem kell, hogyha valakinek, mert ezzel én is úgy vagyok, hogy nekem van egy kedvenc ecsetem, vagy van egy kedvenc fajta papírom, uh-huh. vagy egy varrásnál anyukám hálóingjéből van egy csipke darab, és mondjuk a család melegénél fontos nekem, hogy abban a kis inimini, vagy akár nagyobb képben is benne legyen valamilyen emlék révén, akkor természetesen szabadon hozhat az, aki jön otthonról is olyan eszközöket, anyagokat, amiket szívesen beledolgoz az aznapi kis szeletébe a munkának. És én úgy emlékszem, hogy azt tapasztaltuk, hogy egy idő után már ez került túlsúlyba. Tehát, hogy olyannyira személyessé válnak ezek, igen, az alkotások, igen. hogy attól igen. érzik jól magukat az emberek, hogyha minél inkább a sajátjuk, az a kis alkotó szemcse, az a kis bármi fonal. Tehát, hogy ez teljesen az enyém, és ettől teljesen egyedi az alkotás. Igen. De természetesen, amíg elkezdődik ez a dolog, addig kell valami kínálatot biztosítanunk. Hát van egy alapkészlet, és akkor azokat kiegészítgetjük, vagy volt úgy, hogy valakinek nem volt hasonló anyaga, de rájött, hogy hú, ez pont olyan, mint a keresztanyám köténye. Igen. És akkor adsz abból egy kis darabot? Hát persze. Igen. És akkor a más által hozott anyag mégiscsak valahogy a sajátjává vált, mert hiszen pont olyan volt, mint igen. amilyen az ő keresztanyján is volt. Uh-huh. És ez már ad egy, bocsánat, nem arra, ez már ad egy lehetőséget arra is, hogy az alkotó munkán túl megoszthatunk egymással olyan személyes élményeket, ami esetleg azt az adott embert abban az adott problémájában, vagy csak nem kell ezt különösebben nagy problémák, lehet, hogy egy döntési nehézség előtt áll. Ha meg tudunk osztani ilyen hétköznapi, nagyon egyszerű, nőies dolgokat, akkor az nagyon sokat hozzá tud tenni ahhoz, hogy szülessen egy döntés, egy jó döntés. Igen, de és ettől lélektani, igen, ez az alkotó műhely. Nem kell amúgy egyébként túl misztifikálni. Igen. Tehát nem mindenki szereti azért az alkotásába belevarni életének egy darát, akkor nem csinálja. Tehát, hogy mi csak itt ezt azért mondjuk, mert ez jó, tehát van, akinek ez fontos, van, akit ez feltölt. Van, aki csak egyszerűen ötféle különböző anyagot egymás mellé var, és nem akarja, hogy benne legyen a 10 évvel ezelőtti élménye. Tehát, hogy ezt azért bizonyos keretek között szabadon emészgeti mindenki. Igen, tehát ez elég intim dolog ahhoz, hogy csak egy bizonyos határig tudjunk akár ötleteket, akár lehetőségeket, akár mintákat nyújtani. Az lenne a legjobb, és az igazából a fő cél, hogy mindenki rátaláljon a saját technikájára, a saját produktumára, hát saját magára. Uh-huh.
És ugye hát mi nők azért szerintem elég nagy arányban foglalkozunk otthon akármilyen kis kézműves foglalkozással, kreatívkodással, de miért jó az mégis, hogyha én csatlakozok egy csoporthoz, és úgy veszek részt egy-egy ilyen alkotó folyamatban, hogy nem csak egyedül vagyok ennek részese, nyilván egy csoporton belül is lehetek egyedül, sőt, néha figyelni is kell magamra is, de hogy azért mégis ott körülvesznek emberek, tehát mi mindenben segíthet ez engem? Hát ennek van egyrészt egy praktikus oldala, azt majd meghagyom neked, hogy mi a segítség akkor, hogyha hasonló dolgokon dolgozó emberek egymásnak ötletet adnak. A lélektani részéről én úgy gondolom, hogy mindenkinek jó az, hogyha olyan emberekkel tud egy asztal körül ülni, olyan emberekkel tud eltölteni egy minőségi időt, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak. Tehát ugye erről is beszéltünk korábban, hogy hát keressük a rokon lelkeket. És milyen praktikus szempont, hogyha úgy keressük, hogy valamilyen közös hobbin, közös rajongáson keresztül. És feltételezhető, hogyha rajongunk a kézműves tevékenységért, szeretjük, örömünket lejük benne, akkor van valami egyéb plusz is, ami esetleg összeköthet bennünket abban a csoportban, ami mentén tovább gyűrűzhet, egy kellemes időtöltésre ad lehetőséget, ami azért, lássuk be, nem annyira gyakori. Mm. Tehát ez egy minőségi, a minőségi szociális kapcsolatainkat tudja bővíteni. De ebbe kell energiát fektetni, tehát meg kell keresnünk azt a helyet, energiát kell abba fektetnünk, hogy leküzdjük a félelmeinket, a gátlásainkat, hogy jaj, most akkor befogadnak-e engem, jól fogom-e érezni magam, idegenek, félek, nem merek, de azért vágyom is rá. Tehát ez valahol egy kaland. De én is mindenkit biztatok rá, hogy meg kell próbálni, bele kell vágni, és hát, hogyha talál szimpatizánsokat. És a praktikus részét meg te tudnád, akkor ezt jobban elmondani. Igen, azt azért azzal még kiegészíteném, hogy azon kívül, hogy praktikus része is van, azért valahol ad egy nagyfokú szabadságérzetet legalább arra másfél-két órára, mert minden anya azért otthon vacsora, gyerekek, ha leülök varrogatni vagy rajzolni, akkor biztos, hogy akkor kell valakinek rántotta. Tehát, hogy itt legalább megteremtődik a feltétele annak, hogy igenis két hetente egyszer szeretnék elmenni úgy egy közösségbe, hogy ott szabadon, jól érzem magam, nem kell rántotta, nem kell víz, nem kell. Tehát, hogy igenis szálljunk magunkra egy pici időt, mi megteremtjük a helyet, és a praktikus része ugye az, hogy valaki mondjuk szívesen festegetne, de nincs lapja, nincs ecsete, nincs megfelelő festéke, na itt lesz. Vagy egy varráshoz nincs akkora tű, nincs annyi cérna, ott lesz. Lesz finom tea, lesz apró sütemény, tehát hogy én azért buzdítanék mindenkit arra, hogy tudom, hogy mindenfélét ki lehet találni, hogy ma miért nem, mert. De lépjük meg az első lépést, és talán sikerül egy olyan kis közösséget létrehozni, ahova aztán majd már nem lesz kérdés, és nem lesz kifogás, hogy jöjjek, ne jöjjek. Miért? Otthon nem kell magyarázkodnom, hogy de, azért fontos ez nekem, mert, hanem úgy önmagáért, mert hogy itt jó lenni. És a boldogsághoz bátorság kell, és munka, úgyhogy csak biztatni tudok mindenkit, hogy arra másfél-két órára legalább önmagáért tegyen, dolgozzon. Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy hát nekünk nőknek is, ha magunk nem szánunk magunkra időt, akkor azt hiszem, hogy ez nehezen teremtődik meg magától, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos dolog. Hol lehet jelentkezni, aki szeretne csatlakozni hozzátok, vagy bővebb információt még? Az egyjóhely.hu, www.egyjóhely, igen, és a igen nem .hu, csak simán. Tehát ott a honlapon fent leszünk, november 8-ától indulunk, az lesz az első találkozási nap fél héttől. Tehát egyrészt a honlapon fent leszünk, ott a mindkettőnk telefonszáma fent lesz, de praktikus okokból azt hiszem, hogy inkább az enyém, mert én mozgok szabadabban egy picit, úgyhogy a telefonszámainkon elérhetők leszünk, illetve e-mail címen ettereva@gmail.com-ra lehet levelet írni,
illetve a Facebookon is fent leszünk, úgyhogy ott is lehet tájékozódni, szórólapokkal készülünk, amit szintén megpróbálunk elég sok helyre majd szétszórni és segítséget kérni. Úgyhogy igazából, ha máshol nem, akkor november 8-án 18:31 jó hely. Dézsma utca. Hát nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. És hát kívánom önöknek is, hogy minél többen látogassanak el erre a programra, mert azt hiszem, hogy igazán szükségünk van erre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezt. Köszönjük. És köszönöm önöknek is a figyelmet a viszontlátásra.